Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő! Halleluja, Istenet népe! Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket! Jó reggelt, Isten népe! Ébresztő! Köszöntelek itt titeket itt az, az új hétnek a reggelén. Remélem már részt vettetek az Isten tiszteltem, hogy megnéztétek, de ha nem tettétek meg, akkor pótolni tudjátok. Mi minden esetre megyünk tovább a rapszódiával, ma is fantasztikus üzeneteket veszünk magunkhoz, illetve zajlik a, a reggeli közbenjárás a gyülekezeti tagokkal, és, és mindenki számára nyilvánosan majd ezután következik az imádó oltár is. Drága mennyi, atyám, mi szeretünk téged, te vagy a mi szívünk királya, és köszönjük, hogy tanácsol, hogy te vagy a csodálatos tanácsos, aki vezetsz minket, tanácsolsz minket, szeretsz minket, körbeveszel a te irgalmaddal, a te kegyelmeddel, és a te jelenléteddel, a te dicsőségeddel, a te jóságoddal. És imádkozom, hogy megmaradjunk ebben, és tovább növekedjünk ebben a Jézus nevében. Ámen. A mai üzenet címe proféciákkal harcolni. Azt mondja az 1 Timóteus 1.18, az angol fordítás alapján, ezt az utasítást adod neked, fiam Timóteus, a rólad való korábbi jövendőlések szerint, hogy követve őket, harcolj jó vitésséggel. Tehát itt proféciák, jövendőlés, profécia, ugye? Tehát ezt az utasítást adom neked, fiam, Timóteus, a rólad való korábbi proféciák szerint, hogy követve őket, követve a proféciákat, harcolj jó vitészséggel. A fente alapigénk az angol passion fordítás alapján itt szól. Használd a proféciáidat, mint fegyvereket. Ez azt jelenti, hogy fegyverként használjuk fel a rólunk szóló proféciákat. Használd a profitai szót az életedre, a jövődre, a szolgálatodra, a karrieredre és egyéb területekre vonatkozóan, mint fegyvert, így harcolva meg a hitnemes harcát. Tehát harcolni az ellenséggel szemben, nem pedig a testvéreddel szemben. Ugye szoktam mondani Tamás Pászra, hogy nem test és vér ellen van túlsakodásunk, és nem is testvér ellen van túlsakodásunk. Az Efézus 6.17 jobban megvilágításba helyezi ezt. Így szól. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a szellemnek kardját, amely az Isten beszéde. A szellemnek kardja a kimondott igére utal, és a kimondott ige a prófétai ige. Ez egy támadó fegyver. Két dolog van itt a proféciákról. Ott van az a profécia, ami a te életedről szól, mint Azonban van Isten írott igéje is, amire a Biblia úgy utal, hogy a biztosabb prófétai szó, a 2. Péter 1.19 alapján. Amikor kiválasztod azt a szót, ami rád utal, és hitben kimondod, az profécia. Rémát beszélsz, amit a Biblia úgy ír le az Efézus 6.17-ben, mint a szellemnek a kardja. Például a Biblia azt mondja, ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ez a logosz, Azonban, amikor a sátán ellened jön és egy támadást akarsz indítani, mondd ezt ördög, én Istentől származom és legyőztelek, mert megvan írva. Nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban van. Ezáltal fegyverként használta ezt az igeverset. Amikor kimondod ezeket a szavakat, mint rémát, ezek Isten szavává válnak a szádban. Isten igéje a te szádban azt jelenti, hogy maga Isten szól. Ugyanígy teszünk az imában. Kimondjuk az igét, Isten rémáját könyörgésekben, imádságokban, esedezésekben és háladásban az 1 Timóteus 2.1-nek megfelelően. Tehát nagyon fontos, amit Krisz Pásztor mond. A leírt ige az a logosz. A görög szó, tehát azért fontos a görög kifejezéseket használni, mert azt, amikor azt olvasod a Bibliában, hogy ige, vagy Istenre beszéde, akkor a több görög szó is állhat, és ennek megfelelően módosul a jelentés. Például, itt a példa, a logosz, amit ugye mond, hogy Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ez az 1 János 4.4. 4. Ez a Logos, tehát a leírt ige. A teljes Biblia, a Mózes, els, Mózes első könyve első fejezetének első versétől, onnantól kezdve, hogy, hogy teremtette, pedig, kezdetben teremtette Isten az egeket és a földet, onnantól kezdve, a jelenések könyvének 22. fejezetének utolsó verséig, ahol azt mondja, hogy jövel Uram Jézus, Ámen, az a Logos, Minden, ami közte van, az a teljes. A teljes Biblia a Logos, A leírt ige. Ezt leírják, meg amikor kimondom, felolvasok egy igét, az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a szellemnek kardját, amely az Isten beszéde. Ez egy logosz. És a rémává akkor válik, amikor a te szíved megragadja, és a te életedre szól. Például egy ember gyógyulásra várt, és imádkozott az Úrhoz. És Hirtelen kapta ezt az igét, amit már itt olvastunk, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ezt ő már olvasta korábban, és ez egy logosz volt a számára, mint hogy mindenki számára. De egy ponton, mikor az Istent kereste, ez a logosz rémává vált a számára. Tehát megértette, nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban van. Akkor a világban van a sátán, és meg akar engem betegíteni, de nem számít, mert nagyobb az. Nagyobb Jézus Krisztus, aki bennem van, akkor nem lehetek beteg. És abban a pillanatban meggyógyult. Na, ez a réma. És a rémát sok esetben ki kell mondani. Le van írva az igében, ne félj, mert én veled vagyok, fogom a kezed. Ha tüzön az meg nem perzsel. a tüzön meg nem égsz, a láng meg nem perzsel téged. A folyóvizek el nem borítanak. Ez mi? Ez leírt, igen. Hogyan válik rémává? Úgy, hogy olvasta Tamás Pásztor friss hívőként, néhány napos, néhány hetes hívőként, és szólt hozzá az úr, és azt mondta, ez te vagy, ne félj, mert veled vagyok, meg nem szégyenülsz. Ez a réma, amikor szól hozzá egy ige, és megváltozik az életed. És ezeket ki kell mondanod. Ki kell mondanod a nemzetet felől. Nem elég, hogy le van írva, hogy a nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot. Ki kell mondanod a nép, magyar nép, aki sötétségben jártál, látsz nagy világosságot. És mivel, ha ezt Isten neked adta a szívedbe, és kimondod, akkor ez egy profétálás, és megváltozik egy nemzet sorsa. Megváltozik a te életed, a rokonságod élete, a lakóteleped élete, a nemzeted élete. Ki kell mondani, az ima nem csak abból áll, hogy kéréseket intézel Isten felé, hanem kimondod hittel azt, amit kaptál. Ezért nem elég csak imádkozni, hanem úgy kell, hanem az hanem együtt kell járnia azzal, hogy Istent megismered, tanulmányozod az igét, és Istennek közösségben vagy, és a testvérekkel közösségben vagy, és apostoli tanításokat hallgatsz, mert akkor növekszel, és az imáid egyre nagyobb erejűek lesznek. Na mondjuk el együtt a megvallás testvéreim. Drága atyám, köszönöm a te igédnek hatalmát, hogy minden ember számára elérhetővé tetted az üdvösséget. Minden lélek hozzá tartozik, mert áron vétettek meg. Imádkozom, hogy sokak ma szerte a világon hallják, és átvegyék a te szeretetednek, és a te megmentő erődnek az üzenetét. Hogy az behatoljon az emberek szívébe, eljuttatva még az útságot hozzájuk. Jézus nevében, Amen. Jó, kedves testvéreim, nagyon örülök, hogy velünk tartottatok. Pár perc múlva következik az imádóoltár, tartsatok velünk, és holnap ugyanekkor ugyanitt találkozunk. Az Úr Jézus áldjon meg Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztünk!